Sokan hallottatok arról a rendkívüli történelmi pillanatról, amikor Jézus ülve a szamaron megérkezett Jeruzsálembe. A jeruzsálemi lakók nagyon nagy boldogsággal és örömmel üdvözölték a Jézust, dicsőítették, ajánlottak kedvező ágokat, virágokat, magasztalták szép szavakkal. Közben a szamár, aki Jézust vitte a hátán, gondolta, váratlan egy kicsit számomra, hogy ennyire elismernek engem, de végül miért is nem? Én biztos vagyok abban, hogy én megérdemelek, és végre itt vannak ezek az intelligens emberek, akik elismertek az én csodálatos tulajdonságaimat és rendkívüli különleges természetemet. Így a szomárnak az hamis ego boldogságából nem volt határa. Ugyanabban az időben Jézus, aki szintén nagyon boldog volt, mert ő örömet tapasztalta abból, amikor látta, hogy emberek örülnek ennek az isteni üzenetet, amelyeket ő elhozta számukra. Ez az üzenet minden egyes Jeruzsálem lakónak örökre meg tud szüntetni minden anyagi szenvedést.